Hány évesen kezdett el kajakozni a másik? 9. Laura is 9. 10. 9. 9. Na akkor én 8. Ezt sajnos senkinek nem tudjuk elfogadni. Sziasztok! A mai videóban két ifjúsági világbajnok kajakosunkat, Újfalvi Laurát és Folyt Sárát fogjuk megmérettetni, egy ki ismeri jobban a másikat videóban, de a lányoknak valószínűleg könnyű dolga lesz, hiszen ők már tavaly ősszel együtt nyertek világbajnoki aranyérmet K2 500 méteren, és ha jól tudom, akkor a jövőt is együtt képzelitek el. Ez így van még mindig? Igen, szeretnénk. Nem tudjuk, hogy alakul, de szeretnénk együtt menni. Mert jól megy együtt az edzés, szeretitek egymás társaságát, jól tudtok együtt evezni. Igen, a versenyek mennek. Edzések annyira nem? Annyira nem tökéletesek. De a lényeg, hogy a verseny az jól megy. Igen. Idén is lesz Szegeden ifjúság és U23-as világbajnokság. Hogy érzitek? Szeretitek egyébként a szegedi pályát? Szerintem Szegedről jó élményeink vannak, mi szeretünk ott versenyezni. Én is nagyon szeretem. Ahogy az előbb is említettem, fel fogjuk mérni, hogy Laura ismeri jobban Sárát, vagy Sára ismeri jobban Laurát. A lányok kérdéseket fognak kapni tőlem, amelyekre, hogyha jól válaszolnak, akkor kapnak egy pontot, viszont hogyha rosszul, akkor tárcsákat kell majd a kezükben tartaniuk a videó végéig. Nézzük is, hogy ki ismeri jobban a másikat. Milyen sportágat űzne a másik, ha nem kajakozna? Pári biztos akadályfutna. Mert azokat nagyon-nagyon szeret, és állandóan akar menni olyanokra. Csak nem engednek. De nagyon igen. Ügyes. És Laura? Szerintem ezt ő sem tudta. De a lovakkal foglalkozna és lovagolna, szerintem. Elfogadjuk? Mind a kettőt? Lovagoltam, úgyhogy igen. És te is elfogadod az akadályfutást? Igen. Ez 100%. Ki a kedvenc mesehőse a másiknak? Hát Laurának fogatlan a kedvenc mesehőse. Az így neved a sárkányokból. Tényleg így van. És Sárinak? Nem is tudom, de néztél a meséket valaha. Vagy emlékszel erre, az a nagyobb probléma. Hát inkább nem emlékszem. Mi az, ami nélkül a másik nem indulna el edzőtáborba? Szerintem neked a csacsi. Vele tényleg nem megyek sehova. Na. Igen. És Sárinak? Most is van rajtam, ez az egyik. Ja, farmán a drág nélkül nem megy sehova. Soha. Kisebb újik belőle. És mi a másik? A bőröndöm legaljában. Ja, a rajtszám. Rajtszáma nélkül. Na. Azt viszi mindenhova. Mi a másik kedvenc gyakorlata edzésem? A Sárinak a burpee. Imád burpeezni. Ez igaz. De a húzózkodás betegszik vele. Akkor ezt nem fogadjuk el, ugye? Hát ezt ne fogadjuk el. Hát megvan az első büntetésünk. Ne. Szerintem erre én sem fogom. Ez egy nagyon szimpatikus, egyelőre csak egy 25-ös tárcsa. És akkor a Sáriát sem fogadjuk el? Én még nem is mondtam semmit, de... Na persze, hogy nem fogadjuk el. Laurának legyen a tolás. Elfogadjuk. Tényleg fog, hogy én szeretek a jobban. Fogadjuk el. Úgyhogy elfogadjuk. Hát akkor Laurának fog csak bedurranni a bicepsze a videó végére. Melyik eredményére a legbüszkébb a másik? Felnőtt országos bajnokságon. Nem? A BB? Az a legizgibb volt. Ezt nem fogadjuk el sajnos, úgyhogy Sári is kap egy 1.25-ös tárcsát. Hány évesen kezdett el kajakozni a másik? 9. Laura is 9. 10. 9. 9. Na akkor én 8. Hát, hogy lettél 8 éves? Ezt sajnos senkinek nem tudjuk elfogadni, úgyhogy teszünk egy 2,5-es tárcsát, és még egy 2,5-es tárcsát. Mi a másik kedvenc kiegészítő edzése? Szerintem, ha a tél alapján a Sárnak választani kéne, biztos az úszást választaná. Egészen biztos, hogy az úszást választanám, nem?
ha már álló képesség, akkor inkább a futás, úgyhogy ezt nem tudom elfogadni. Akkor Laurának jön a következő 2,5 kilós súlya, és Laurának vajon mi lehet a kedvenc téli, vagy bármilyen kiegészítő edzése? Laurának? Hát a kondi. Igen. Amikor szeretem legjobban, igen. Mi a másik kedvenc színe? Laurának a sötét. Hát inkább a fekete, úgyhogy sajnos az nem. Sárinak jön a következő 2,5 kilós tercsája. És Sárinak olyan mi a kedvenc színe? Azt hiszem a sárga. Igen. Sajnos ezt eltaláltad, úgyhogy már nincs több büntető. Nincs több büntető, mert a kérdések végére értünk, és a büntetések mennyiségéből is látszik, hogy a lányok mennyire jól ismerik egymást, összesen 3-3 kérdés volt, amire nem tudtak helyesen válaszolni, úgyhogy remélem, hogy a felkészülésben is ilyen sikeresek lesztek majd a szegedi VB-re, és hogy szurkolhatunk majd nektek. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a Magyar Kajakkenu Szövetség YouTube csatornájára, és kövessétek az MKK-t a Facebookon és az Instagramon is. Sziasztok! Sziasztok!